Tovább csökkent itthon a munkanélküliség mértéke, jelenleg 4%-on áll, 4.445.000 embernek van munkája a hivatalos statisztikák szerint. Az elemzők azt írják, a magyar munkaerőpiacon ezt az aktivitást a béremelkedés is hajtja fölfelé, de mindeközben a jelenlegi 55.000 betöltetlen és nem támogatott álláshely a versenyszférában továbbra is üres. Román István megyei kormány megbízott a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nagyon pozitívak a statisztikák, ami a foglalkoztatottságot illeti itthon. Melyek most tulajdonképpen a konkrét adatok, mennyivel növekedett a foglalkoztatottak aránya itthon? Valóban az elmúlt években végbe mentek olyan változások, aminek eredményeként a foglalkoztatási helyzet az nagy mértékben javult szerte az országban, és itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. Hogyha mondjuk a 2010-es adatokkal hasonlítjuk össze a kormányváltás előtti időszakkal a jelenlegi állapotokat, akkor azt mondhatjuk, hogy amíg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2010-ben a 18%-ot meghaladta az álláskeresőknek a száma, addig már ez a szám a 9% alá csökkent már, tehát nagy mértékben több tízezer fővel csökkent az álláskeresőknek a száma Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Emellett a foglalkoztatási ráta is nőtt, ugye ez a kettő egymással párhuzamosan mozog, de ami számunkra inkább fontos, és mindenkinek a figyelmébe ajánlanám, hogy a foglalkoztatási ráta tekintetében Szabolcs-Szatmár-Bereg megye már nem sereghajtó. Egyébként mindig vitatkoznak azon, hogy ebben a statisztikában benne vannak-e a közfoglalkoztatottak, vagy nincsenek benne, illetve bele kell-e számítani, avagy nem. Ha most azt nézzük, hogy beleszámítják, és akkor benne vannak az aktív foglalkoztatottak között, akkor is látható és tapasztalható, vagy ennek köszönhetően látható és tapasztalható-e a javulás? Mert ugye régiós különbségek vannak, tehát a KSH adatok is mutatják. Ugye itt kétféle szemlélet ütközik. Mi azt gondoljuk, hogy akik a közfoglalkoztatásban részt vesznek, azok az emberek hasznos és értelmes tevékenységet végeznek. Viszont ez nem azt jelenti a gyakorlatban, hogy a közfoglalkoztatottak miatt, vagy száma miatt javul csak a munkaerőpiaci helyzet. Ez nagyon jól leválogatható, és hogyha nem számítjuk bele a közfoglalkoztatottakat, akkor is azt láthatjuk, hogy a megyében javult a munkaerőpiaci helyzet, tehát több ember dolgozik a versenyszférában, mint ahogy évekkel ezelőtt volt. Sőt, az a helyzet ma Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is, hogy az a probléma, amivel korábban csak a dunántúli megyéknél találkoztunk, vagyis a betöltetlen álláshelyeknek a száma, illetve a munkaerőhiány, az nálunk is felütötte a fejét. Vannak olyan térségek, vannak olyan szakmák, ahol olyan jelentős munkaerőigény van, aminek a kielégítésére a munkaerőpiac jelen pillanatban nem képes. Ezért vannak azok a munkaügyi programok, hogy segítsenek arra, hogy a munkavállalók és a cégek egymásra találhassanak. Akkor most fordítsuk meg a másik oldalát a mérlegnek, és akkor nézzük meg azt, hogy mennyi regisztrált álláskereső van a régióban, a megyében, mert ugye nyilván az adatok különbontják ezeket, és ezeknek az álláskeresőknek milyen a szakképzettségük, a végzettségük, mert ugye legtöbbször azt hallottuk, hogy korábban azért volt annyi állásnélküli, munkanélküli ebben a megyében, mert zömmel a szakképzetlenek nem tudtak elhelyezkedni. A munkaerőpiac pedig nem őket várja továbbra sem, hanem a szakképzett munkaerőt. A legfrissebb adataink, amelyek a 2017. október végi állapotokat tükrözik, azt mutatják, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 27 ezer álláskereső van nyilvántartva. Ez, mondom még egyszer, ez fele annyi, mint ami 2010-ben korábban volt. Úgyhogy az összetételüket tekintve, pedig a végzettségüket tekintve viszont a helyzet, a kép az jóval szomorúbb. Ezeknek az embereknek több mint a fele az maximum 8 osztállyal rendelkezik. 21%-a valamilyen középfokú képzettséggel, szakmunkás képzettséggel, és ugye ezen túlmenően nagyon alacsony arányban szerepelnek azok, akik felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, vagy valamilyen technikusi végzettséget szereztek. Tehát magának a munkaerő hiánynak az is az oka többek között, hogy akik munkát keresnek, azok nem rendelkeznek olyan végzettséggel, nem rendelkeznek olyan képességekkel, amilyenre egy-egy munkahelyen szükség lenne. Tehát gyakorlatilag ma a helyzet az Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, hogy azok az emberek, akik szeretnek dolgozni, van jó végzettségük, viszonylag hamar és gyorsan munkahelyhez is juthatnak.
Beszéljünk egy picit az Európai Uniós támogatottságú foglalkoztatási paktumról, hiszen ennek egy nagy része ehhez kötődik, mert képzési programokat tartalmaz. Ezek a képzési programok, ezeket a célcsoportokat, célszemélyeket segítik-e a munkaerőpiacra való jutásban, vagy hogyan segíthetik? Mit gondolnak erről, hiszen már most futnak ezek a programok? Van több Európai Uniós és hazai forrású pályázat is, amelyet a megyei kormányhivatal, a foglalkoztatási főosztályon, illetve a járáshivatalok foglalkoztatási osztályain keresztül kezel. Ennek egyik része a foglalkoztatási paktumok, amelyek nem olyan túl régen indultak el, viszont vannak olyan programjaink, amelyek már 2-3 éve futnak. Például az ifjúsági garancia programban több mint 11 ezer fiatalnak a bevonása került, történt meg. Ezeknek a fiataloknak egy jelentős része munkához jutott ezen a programon keresztül, mert hogy foglalkoztatási támogatást tartalmazott. A másik részük pedig újabb képzettséget szerezhetett, mert hogy ennek a programnak is része az korábban említett munkaerőpiaci helyzet miatt az, hogy nem csak a foglalkoztatást, hanem a képzést is támogatjuk. De ugyanilyen program például, ami az egyéb hátrányos helyzetű csoportokat érinti, amely 12 ezer fő bevonásával valósul meg szintén. Ez az út a munkavilágába nevet viselő program. Tehát ezek a programok együtt nagyon sok embert képesek megmozgatni, és nagyon sokat segítettek abban, hogy azok a cégek, akik fejlődni szeretnének, akikre munkaerőre van szükségük, azok rátaláljanak azokra az emberekre, akik pedig szeretnének munkahelyet találni. Ez nem mindig egy egyszerű folyamat, és a megyének a térségei is különböző képet mutatnak egyébként. Van olyan térsége a megyének, ahol ez sokkal könnyebben és gyorsabban megy, és van olyan térsége, ahol ez jóval nehézkesebb folyamat, mert hogy nincs olyan nagy cég ott telepedve, aki keresné a munkaerőt, de összességében a kép az azt mutatja, hogy ezekkel a programokkal sokat tudunk segíteni a foglalkoztatás javításában. Tehát ilyen visszacsatolást vagy visszajelzést kapnak a foglalkoztatóktól is ezek szerint? Nyilvánvalóan a megyei kormányhivatal nem csak az állampolgárokkal áll kapcsolatban, hanem azokkal a cégekkel is, akik valamilyen kéréssel, igénnyel fordulnak hozzánk, és ezeken a programokon keresztül tudjuk támogatni a foglalkoztatásukat. No, akkor nézzük meg a versenyszférát, és én itt a bevezető gondolatokban egy elemzést kiemeltem, ami arra vonatkozik, hogy igazából a béremelések és azok a támogatott programok, amelyek járulékkedvezményt nyújtanak, stb. A foglalkoztatottak után hajtják fölfelé a foglalkoztatottságot. Az elmúlt időszakban a kormánynak ismerjük ezeket a programjait. Ön mit emel neki? Melyik program segítette leginkább azt, hogy a munkaerőpiacon megtartsák a munkavállalókat, a cégek, a foglalkoztatók? Azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb lépés az a minimálbérnek az emelése volt. Ilyen elég komoly lépések történtek ebben a tekintetben, ami nyilvánvalóan egyik oldalról a foglalkoztatókat akár hátrányosan is érintették, mert hogy jóval nagyobb összeget kellett kifizetniük. Viszont én azt gondolom, hogy ezt már nagyon sokan belátták, hogy ahhoz, hogy a cégeket működtetni tudják, ahhoz lehetőség szerint meg kell fizetni az embereket. Mert a helyzet az ma már olyan, hogy aki, még egyszer mondom, jó szakember, az válogathat a lehetőségek közül, és hogyha valaki meg akarja tartani jó szakembereket, nyilvánvalóan meg kell fizetni. Tehát ennek van egy ilyen felhajtó hatása. Valóban mi úgy látjuk, hogy ezek a kormányzati intézkedéseket, így hogyha összességében tekintjük, ez mind-mind abba az irányba hat, hogy bővül a foglalkoztatás, és ezt magyarra lefordítva abba az irányba, hogy az emberek ha akarnak és szeretnének, akkor tudjanak boldogulni, mert hogy ennek az egyik alapfeltétel az, hogy legyen olyan munkájuk, amivel a családjuknak megélhetést tudnak nyújtani, és én azt gondolom, hogy ezeknek a programoknak, ezeknek az intézkedéseknek a legfontosabb hozadéka az, hogy sok ember jövőképet is kapott azzal együtt, hogy munkalehetőséget kapott, kiszámítható pályát kaptak az emberek, és ez mindenféleképpen fontosak ezek a számok, meg a statisztikák, meg fontos az, hogy a cégek jól prosperáljanak. De én azt gondolom, hogy az egyén szintén, aki haladni akar és dolgozni akar, az jóval nagyobb reményei vannak erre, mint évekkel ezelőtt voltak. Kormány megbízottul, köszönjük szépen! Köszönöm szépen én is!